A Vigyázzunk Egymásra Egyesület 7 éve működik Máriapócson. Szombati rendezvényük a Segítők Napja nevet kapta, amelyen köszönő leveleket adtak át azoknak, akik az elmúlt 7 évben együttműködtek velük és segítették munkájukat. Az ilyen egyesületek működése és működtetése kiemelten fontos az önkormányzat számára is. 11 civil egyesület működik Máriapócson, ami egy ilyen kis településhez mérten szerintem nagyon szép szám, és mind aktívak. Hát a civil élet, ők adják az élet csavaborsát, ők a kurázs, úgy mondom, a településen, mert egy önkormányzat intézményei működnek önjárók, de a civil élet az, ami színesít az életeinket. Nagyon fontos a talánéléki, a vallás talánéléki. Én úgy tudom, hogy 7 éve működnek. A rendezvényen 55-en kaptak köszönő levelet munkájukért. Ez is mutatja, hogy sokak számára fontos az egyesület működése. Jelenleg főleg úgynevezett szívpárnák készítésével foglalkoznak, amelyeket 2 hetente szállítanak a megyei kórházba. Eddig 740 párnát adtak át. A gyártásban többen segítenek nekik. Az önkormányzat veszi az alapanyagokat, a balró üzem szabja ki, és a nagykállói paplangyár is ad hozzá tépőanyagot. Az egyesület elnöke azt mondta, szívesen készítik ezeket, bár az lenne a legjobb, ha nem lenne rá szükség. Ezt a szívpárnát 4. éve készítjük, ez gyógypárna. A mellműtéten átesett hölgyek részére készítjük, a Jós András Kórház sebészeti osztályra szállítjuk, visszük, és segíti úgy a gyógyulásukat, hogy hónok alá kell tenni, és a seb gyógyul. Nem nyomódik össze, nem törődik, tud fordulni, tud feküdni. Nagyon sok köszönő levelet kaptunk, összefűztük 2 kötetbe, és nagyon lényeges, hogy ez egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, milyen segítség, hogy na nem fáj, mert nem nyomódik, de legtöbb köszönő levélbe az jön ki, hogy lelkileg nagyon sokat segít. Az, hogy vannak olyan emberek, akiket nem is ismerünk személy szerint, és mégis szeretnénk rajtuk segíteni, mégis szeretnénk ott lenni a gyógyulásuk érdekébe. Az egyesület a szívpárnák gyártásán túl számos területen jelen van, ahol a segítségükre szükség lehet. Ilyen például az egészségügy, a környezetvédelem, a fiatalokkal való foglalkozás és egyéb karitatív tevékenységek.